Szabó Máté Gazdag Erzsi meséjével indult a versenyen. Számára ez a mese is tanulságos volt, hiszen a kérkedő kisegér pórul járt. Szabó Máté Gazdag Erzsi meséjével indult a versenyen. Számára ez a mese is tanulságos volt, hiszen a kérkedő kisegér pórul járt. Én a Gazdag Erzsi a Láthatatlan Sümegi Vízipipa című mesével értem el aranyminősítést, és nagyon büszke vagyok magamra. Azt gondolom, hogy lehetsz is, de hogyan történt a mese kiválasztása? Te szeretted volna ezt elmondani? Miről szól ez a mese nagyjából? Két-három mondatba foglald össze. Hát arról szól, hogy az egér talál egy mággubót, és igazából abból csinál ő egy saját vízipipát, és a végén meg pórul jár. Ez tanulságos kis mese? Hát igen, mert igazából dicsekedett, meg nagyot nézett ki magából. Itt hallottuk az előbb Telenőtől, hogy nektek szóló mesét próbál keresni. Ebben melyik része volt az, ami szerinted rád is igaz? Hát szerintem nem sok része volt igaz, de szerintem inkább az eleje, hogy találok valamit, aztán abból csinálok valamit. A mesemondón kívül idén matek versenyen is volt, és azon is szépen szerepelt. Az online tanulás sem okozott neki gondot. Én igazából egy ilyen 2-3 óra alatt kész lettem a tanulnivalóval. És milyen versenyek voltak még idén? Hát volt egy matek verseny, ez a mesemondó, több nem is nagyon. A versenyre is sokat gyakorolt, hiszen szeretett volna az első háromban szerepelni. Én eleve néha sejtem, hogy benne leszek a top háromban, mivel akárhányszor mentem mesemondóra, mindig benne voltam abban a három helyezésben. Örül, hogy aranyminősítést kapott. Kedvenc írója nincs, de kedvencei a Rossz Csont Petis történetek. Igazából azt olvasom, amit tanulok, meg még mellette könyveket. Kedvenc könyved, íród? Hát kedvenc íróm az nincsen, de kedvenc könyv sorozatom az a Rossz Csont Peti. És te is ilyen Rossz Csont Peti vagy? Nem, igazából nincs is öcsém, akit molesztáljak, mert nekem csak bátyám van.